Robert kolléga, ő... Milyen ebben... Robert? Hagyjál már ezek az én mandíroskodásokkal, basszolta. Akkor lényegében a bennem élő eredet bárhova is kerül, ott valami zsidó emléket talál. Ez így van. Például itt. Például a besztovadásunkat, hol vettük fel? Itt, a Váci utcai egykori zsidó temető helyszínén. Egy olyan műemlékvédelmi házban, ahol egyrészt felvettük ezt az adást, másrészt pedig egy tábla jelzi, hogy itt volt valamikor az a nagyon régi, egyik legnagyobb budapesti zsidó temető, amit hát jó 100 évvel ezelőtt, hanem régebben felszámoltak, házakat építettek, és a földi maradványokat én elvitték a Kozma utcai temetőbe. Hogy nézek ki? Sokat változott a hajam? Így indult az első film, emlékszem? Hol nézek ki? Bennem élő eredet. Day one. Miért kezdtük el ezt az egészet csinálni? Miért kezdtük el? Jó. Hát, hogy alapvetően az volt a koncepció, mindannyiunknak van nyilván zsidó kötődése, érdekel a téma, szeretünk foglalkozni, bemutatni, és szeretjük azt, hogyha új, izgalmas, érdekes módon van bemutatva valami. Fiatalosan. Kicsit azt tapasztaltuk, hogy nem mindig fiatalos a bemutatása. Mi nem szerettünk volna szakértőket beültetni egy székbe, és végigmondani az egész történetet, hanem megpróbáltunk egy fiatalos vonalat képviselni. Csak a hideg miatt tett egy könycsepp, nem érzelmeskedünk. Kimondtuk azt, ha jól emlékszem, de javíts ki, tévedek, hogy mi bár fontosnak tartjuk, és alapvetően ez a létezésünknek az egyik fontos célja, mégsem akarunk a holokauszttal foglalkozni. Direktben. Te hát hogy emlékszel? Ennek megfeleltünk szerintem, tehát ezt megcsináltuk. A holokauszt expliciten szerintem 3-szor, vagy 4-szer írtuk le abban a 150 cikkben, ami kiment, és abban azért ez összegzésnek nem utolsó, hogy 25 helyszínen jártunk, vagy 8 megyében, és az azt jelenti, hogy 10 filmet csináltunk. Ez a 10., ha minden igaz, vagy a 11. Azért jöttünk, hogy múlt kutassunk, és ha meg tudjuk ügyesen oldani, akkor ide valók vagyunk. Ha nem tudjuk megoldani ügyesen, közösen, akkor nem vagyunk ide valók. Ez vidéket akartuk bemutatni, akarjuk továbbra is, és azt, hogy mi volt az a 250 év, amit együtt töltöttek 1944-ig, úgy nagyjából békességben, különféle rikágatások és egyéb kellemetlen együttjárók mellett. Organikusan együtt fejlődtek lényegében. Így van, így van. Organikusan minden településen azt látjuk, hogy együtt fejlődtek, és valami pluszt adtak hozzá a helyi közösséghez. Jézuskától a Gépuskáig szinte minden megtalálható itt. Mondj egy számot 1 és 10 között, csináljunk egy olyat, hogy megnézzük, belenézünk, és arról mi jut eszünkbe. Videók. 1-től 10, mondj egy számot. 4. 4-es. Akkor megnézzük a 4-es videónkat. Megkeresték a levéltárat, hogy mondjuk már meg, hogy pontosan hol lehetett Auer Lipótnak a szülőháza, és akkor ezt a kutatást, ezt én végeztem el. Hoppá! Auer Lipótról forgatunk. Nem. Auer Lipótról forgatunk. Itt hol van? Úgy gondoltam, hogy elindul a kocsival. Nagyon jó. Auer Lipót nincs itthon. Szóval Veszprémben vagyunk. Na, ez volt... Gyakorlatilag, azt nem tettem hozzá, hogy ebben a 25 helyszínben 8 megyét járva közel 3000 kilométert tettünk meg. Azért nem semmi. Ja, szóval. 25 helyszín, 3000 kilométer. Fú, hogy bírtuk ezt ki együtt, nem? A Dáviddal, aki... Főleg lelkesedésből. Tényleg hozzá, hogy te most felvállalod magad? Az első résznél még egy kicsit így burokban voltál. Műtétig még nem. Ezt megnumáltuk. Nekem Veszprémmel kapcsolatban ugye az a 70-es években lényegében ki lett üresítve. Tehát, hogy ott bemutatva nem nagyon tehát, hogy effektív beszéltünk arról, hogy mi történt, de bemutatva nem tudtunk igazán sok mindent. Most talán a kaput, Auer Lipótnak a emlékét. Ezért vagyunk mi, hogy megmutassuk, hogy mi volt, és ezért vannak a klassz kis kollégáink, a saját történészeink, a saját alkotótársaink, a nagyszerű Jakab Réka, a helytörténész,
levéltáros. És különben ebben a filmben vicces volt, de emlékszel Júci bácsira? Hogy jött Júci bácsi a képbe? Hihetetlen. Kell nektek? Nem. Júci bácsi, mint a vakbottyán, szabadbottyán, valamelyik repülőtérnek a csúcs speakere volt, és egy ilyen nyugalmazott alezredes státusz. Emlékszel arra, hogy milyen fantasztikus poszterei voltak? A második forgatási helyszínünk Tiszafüred és környéke, ahol Vándor Károly, profi családfakutató, csapatunk egyik alapítója, Pajor Tamás előadó művész családjának meséli az őseik eredet történetét. Ami nekem nagyon klassz volt ebben az évben, hogy a családfakutató része, hogy ez mennyire fontos volt a kezdetekkor, hogy igenis az emberek ismerjék meg a gyökereiket, és talán általunk is egy picit kerüljenek közelebb a mi szakértőink segítségével adott esetben az őseik eredetéhez. Az, hogy régen voltak konfliktusok, és ma is vannak, erről tudunk, de amikor te magad megtapasztalod, és egy forgatást tesz törketté, vagy próbál megakadályozni, az egy ilyen is bosszantó tud lenni. A hitközség hivatalos irodavezetője bár kezdetben nyitottságot mutatott, nem csak találkozónkat mondta le, de volt szíves elintézni azt is, hogy hivatalosan ne forgathassunk a zsinagógában. Mi jelentkezünk a szabadkai zsinagógából, ahova nem ilyen videóval készültünk, de hát hivatalosan letiltották a mi forgatási engedélyünket, amit először megadtak, aztán valahogy a helyi hivatalos hitközségi vezetőség úgy döntött, hogy mégsem jöhetünk be. A kezdeti nyitottság után egyszer csak utána érdeklődtek Pesten, hogy mégis kik ezek a bennem élő eredetesek, és akkor valaki megsúgta nekik, és úgy tudom, hogy a Mazsisz részéről, hogy inkább akkor ne nyilatkozunk, ne találkozunk velük, ne engedjünk teret az ő kérdéseinek. Pedig csak meg akartuk tudni azt, hogy egyis milyen ott a zsidó élet. Ugyanakkor van jó példa is, ahol a habados rabbi nyugodtan el tud menni a debreceni hitközségbe, ha tudja a szertartásokat bonyolítani mindenfajta konfliktus nélkül. Tehát ott meg kooperáció van nekünk, a nyitottságunk ilyen szempontból össztársadalmi. Az, hogy van olyan, aki minket valahova kvázi besorol, ez... Első állomásunk Tokaj, ahol egy kezünkön meg tudjuk számolni, hány zsidó maradt. Az egyikükkel, Glück Gáborral csónakázni indultunk az egykoron itt élt közösség megkerülhetetlen helyszínére. Tokaj a képileg a leggyönyörűbb színeri volt a ködös temetőn kívül. Hányan ott vagytok itt zsidók ma? Na várj csak azt, hogy hagyj számoljam csak össze, hányan vagy, mondjuk zsidó férfiak. Na ezen el kell gondolkodni, azt mondja, hogy hárman. Hihetetlen érdekes, ott ragadt emberekkel, akik magukról úgy beszélnek, mint valami utolsó mohikánok, akik a háború után kaptak egy rabbit, és az a rabbi tanította őket. Volt egy zsidó iskola, és az ott maradt három zsidó férfi közül, ugye ketten tesók, de hogy van kis zrikálás, együtt gyerekeskedtek, egyik elkerült, tudom én, a fővárosba, a másik városba, visszakerült, ott élnek együtt, és hát hivatalosan van egy tokai zsidó hitközség, ahol általában azt gondolom, hogy vendégek szoktak ott összejönni, imádkozni. Azt látták a legtöbben az első filmen. Mutatjuk a feliratot, jó? Azt kell megkeresni. Ez itt a bennem élő eredet, egy kísérlet, amely arra tesz vállalkozást, hogy bemutassa a magyar zsidóság vidéki és határon túli emlékeit és hatásait. Nagyon hideg volt, ráfagytunk sokszor ott a helyszínre. Szerintem képileg jól jött ki, hogy Balaton főkajár egy kis oda jegesedett temető, kapuzár, sírkő maradékok, gyönyörű volt. Baj nincs szerintem a múlt rezgésével, csak azt, ha elfelejtjük, nem beszélünk róla. A Völgy és Szőke András lényegében az eszenciáját megadja annak, amiben mi akarunk mozgolódni, hogy valaki, aki nem zsidó, mégis tesz a közösségért, valaki, aki híres ember, mégis egy kis faluban be akar illeszkedni, valaki, aki tenni akar a múlt rendbetételéért azért, hogy a jövő
működjön. Tehát nekem Szürke András ilyen szempontból az egyik személyes kedvencem. Azt is sejtettem, amikor Budapestről eljöttem ide, hogy ha egy élettér megváltozik és belép abba az élettérbe valaki, akkor az a minimum, hogy ismerje meg annak a közösségnek a múltját. Tehát Szürke András, mint a lélek oldalára közelítettem, de itt van például a Gödény György, aki meg abszolút materiális indítatásból indult, egy edzőterem kapcsán került valahova, és ő meg egy ilyen finom mechanikával szépen vonódott be a helyi zsidó életbe, megtisztítani a temetőket, egyszer foglalkozni azzal, hogy mi a múlt, és ő kvázi mondjuk úgy, hogy a szüzeti világból bele lágyult ebbe. Bennem élő ebbe. Ugye hát a zsinagógák az egy alaphely lenne, mert ez az elsődleges szimbóluma a zsidóságnak vidéken. A nem zsidók és a zsidók számára is elmenni, megnézni, mi van. Tokajon ugye mi van? Van egy nagy kultúrközpont helyszín, a város közepén, ahol amikor ott jártunk, református istentiszteletek zajlottak vasárnapokig. Tehát, hogy a város használja, amire éppen tudja. Kisvárdán ugyanez a helyzet. Igen, Kisvárdán ugyanez, gyönyörű, gyönyörű épületek, de hát nulla zsidó hitélet benne. Hogy ebben az évben, amikor ugye elkezdhettük a munkáinkat, tényleg két havonta volt egy zsinagóga felújítási hír vidékről. És én azt vettem észre, hogy több oldalon írnak arról, hogy na de mi újság a zsidói vidéki élettel? Lehet-e vidéki zsidóság? Mi belefutottunk egy ilyen történetbe még az elején, hogy Kővágóőrsön esetleg lenne egy működő zsinagóga. Egy olyan romos épületből, ami vagy 200 éves, és az egyik legpatinásabb régióbeli zsidó élet zajlott ott. Meg pont azon próbálnak dolgozni, hogy újra életet vigyenek, nem a helyi önkormányzat, hanem civilek újra zsidó életet vigyenek. Cseh Tamás utca 4 szám alatt állunk. A szomszédos épületben Cseh Tamásnak a háza található, akik a barátaival már a 80-as években próbálták megmenteni. De hát Szabadkán is gyönyörűen fel van újítva, ahol egyébként egyesek szerint mézes kalács módon felújított zsinagógába Disney slágerek hallhatóak folyamatosan, ami nekem személyesen nem tetszett. És ha már Hollywood, mentünk Máté Szalkára is, ahol szintén van egy Tony Curtis emlékmúzeum. Megnéztük a helyi zsinagógát is, ami full üres, tehát semmi nincs. De ezt majd látjátok a jövő havi adásban. Temetők. Tehát, hogy igen, ment az Rika, menet közbe, hidegbe, szélbe, időnként esőben, hogy most akkor tényleg még egy temetőbe menjünk, hogy innen késünk egy következő temető miatt? Fontos. Ezt úgy gondolom, vagyok ennyire önző, hogy bármikor én így éltem, jártam valahol a világban, egy zsidó temetőt megnézni, az mindig tényleg adott nekem egy plusz töltést. Tóth Vázsony után ismét egy temetőbe vitt az utunk, ahol a térség egyetlen jelentősebb ortodox rabbiának sírja található. Ő az Menachem Ezra Goldstein. Ő az. Nem mellesleg a füredi sírkertet tavaly óta Heller Ágnes emlékparként is ismerik, ezzel is jelezve a filozófus helyi kötődését. Mi volt számodra a legemlékezetesebb temető ebben az évben? Én azt gondolom, hogy nekem a bár nem volt, de a kisvárdai, tehát az, hogy egyszerűen nincs semmilyen jele, szinte semmilyen helyi zsidónak, mégis milyen gazdag és nagy kiterjedésű volt az egész temető, tehát hogy nullába tud menni ez az egész történet. Ez számomra ilyen szempontból egy ütős szembesülés volt. Figyeltek, vagy nem? Igen. Kinek beszélek én? Szabadkán emlékszel, hogy a Halborn Tamás mi mindent mesélt nekünk arról a 1848-as emlékműről? Hát amit ott csinálta? Szabadkai temető, az
Tipi-topi. 48-as szabadságharc idején például hiába hergelték a szerbek a magyarok ellen a zsidóságot, a többségük bátran állt szembe a Habsburgokkal. Olyannyira, hogy a császárdiak győzelme után elsőként a magukat büszke magyarnak is érző zsidók állítottak Szabadkán emlékművet a forradalom hőseinek. A keresztények nem mertek. Tehát se temetőbe, se köztéren. Ez mikor került ide? 1908-ba. Nem mertek, írt a Ferenc Jóska, nem mertek. Képzeld, az utcát merték Kossuth utcának elnevezni, lehetett. De a lázadóknak nem lehetett. De a zsidók olyan jó, annyira nagy magyarok voltak. Ők mertek. Ha már itt járunk Szerbiában, akkor így eszembe jutott, hogy micsoda emberekkel, micsoda sorsokkal és ráébredéssel szembesültünk ott, nem? Hogy fantasztikus, míves, gyönyörű magyarsággal ezek a szerbiai zsidók mesélik azt, hogy ők valójában zsidók. Mint számukra egy nemzetiség. Zsidó, aztán magyar és szerb. A fiatalabbaknál, hogy ez mind a három talán tud lenni ugyanaz, de hogy ezek a 70-80-90 körüli emberek milyen átéléssel meséltek, az egy nagyon-nagyon ráébredés volt, egy csodálatos érzés volt, hogy mennyire más ott ez az egész kultúra. Itt nem arról van szó, hogy magyar zsidó vagy szerb zsidó valaki, hanem egyszerűen zsidó. Zsidónak számít önmaga is, és a környéke is zsidónak számítja. Szóval ez a megkülönböztetés, amit hallottam már többször maguknál is Magyarországon, hogy nemzetiségi és vallási szempontot egybeveszik. Úgyhogy nem zsidónak számít valaki, hanem magyar zsidónak. Ez pedig itten nem úgy magyarázzák. Két olyan futballstadionnál drónoztunk idén, ahol három foci csapatról tudnánk beszélni, és ez mindannyian tudjuk, hogy mi szeretjük a focit. Hát, mert erről volt szó, emlékeztek, a kosárlabdáztunk, sportoltunk a Zentai valamikor is zsinagógába. Hát az egy fantasztikus sztori, jó emlék. Igen. Most jön az a rész, és akkor ezek után, amit köszönöm akartam... Köszönöm szépen! Jönnek a csajok! Most a táncos lányok! De most... Jól, cukor! Egy pillanatban állt össze a fejembe végre egy kis kontinuitás. Ennyi, az elég ritkosság. Várjál, tehát hogy a drón, figyelj, még mindig fölfele nyalog. Figyelj, várjál. Te meg felezed egyetlen, aki ezt meg fog érteni. Jó. Kösz. Micsoda szemben? Amerika csak azért, mert sportban szól. YouTube egy algoritmus, amely csak a mozgást érzékeli. Ha szeretnéd, hogy tovább mozogjunk és zsizsegjünk, csinálj valamit.